Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és nemrég megkezdett sorozatunkat, a harcképeket folytatjuk. Mai vendégem egy újabb harcos, egy magyar harcos, Nyers Csaba. Csaba, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy itt vagy velünk. Nagyon köszönöm a meghívást, és ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek. A Csabáról így előjáróban röviden annyit, hogy hagyományőrző, majd erről mindjárt jó sokat megtudunk, hogy hogyan, miképp, szakács, de ami a legfontosabb, domborít, rezet, rész, plasztikus, fantasztikus munkái vannak, amiből majd itt a beszélgetés alatt egy párat be is idézünk önöknek. Csaba, ez a sorozat arról szól, hogy bemutatjuk a harcosainkat, hogy kezdték és hogy lett belőlük harcos. Te hol születtél? Hol láttad meg ezt a világot? Hogy kezdődött az életed? 1951-ben születtem, április 5-én. Kos vagyok, és tényleg az életemre is jellemző ez a kososság, hogy tényleg amit elhatározok, azt véghez viszem. Bárhogy alakul is az életem. Ferencvárosban születtem, Fradi Drucker vagyok, ezáltal. Zöldfejére szíved. Igen, igen. Az első 8 osztályomat Fonyódon végeztem, azért, mert anyukám egyedül nevelt, mert 5 éves koromban meghalt apukám 1956-ban, a harcokban meghalt apukám, és anyukám egyedül nevelt föl, és beadott intézetbe, de nem bánom most, hogy így visszanézek 71 évesen, hogy intézetben nevelkedtem. Én azt vallom, hogy először az életben a nehézségeket, tehát a rossz oldalt kell megismerni, mert az intézeti élet nagyon kemény börtön volt, de nagyon tanulságos is volt az életemre. És egy edzés, azt gondolom. Nagy edzés volt, igen. A Budakeszi úti nevelőotthonban is, a Vasvári Pál nevelő intézetben is voltam. Hát ott fejeztem be a 8. osztályt. Szerencsére jók voltak az eredményeim, a tanulási eredményeim, és fölvettek szerszámkészítői szakközépiskolába. Úgy érettségiztem le, 5 évet dolgoztam szerszámkészítőként, de közben birkózónak mentem el. Volt egy hirdetés, és úgy éreztem, hogy a birkózás adja meg nekem azt a mozgási igényemet, ami tényleg a legkisebb porcikámat is megedzi. 6 évet versenyeztem. Versenyeztél is? Szabadfogásban. És egy olyan edzőm volt, aki merem mondani, hogy nagyon sokat számítanak a tanárok és az edzők, hogy milyen példaképet mutatnak, adnak egy fiatalnak. Szeretném megmondani a nevét is, még szerencsére él, Rizmájer Józsi bácsi. Ötem vannak testvérek, és ő a legidősebb, és mind az 5 Rizmájer birkozó, és Józsi bácsi volt a legidősebb az edzőm, és olyan szívvel, lélekkel nevelt minket, nem csak a sportra, hanem az élet mindennapos gondjaiban is. Csaba, itt állj meg egy pillanatra, ekkor, tehát befejezted az általános iskolát, középiskola, illetve a szerszámkészítő tanulmányaid, ami nagyon izgalmas, a szerszámkészítőről mondják, hogy a vasas szakma királynője. Így van. Lassan ez a szakma is egyébként el fog tűnni, mert a
modernizáció, Eltörő pedig egy csodálatos, csodálatos szakma, és a fém megmunkálásnak minden formáját tudni kell hozzá. Ebben az időben hát fiatalként ugye megjelent a beatzene, meg a fiatalság, most már akkor kiszabadultál az intézetből, birkózni jártál, gondolom jó adottságú voltál. Megjelent-e már akkor az életedben a magyar tudat, vagy éltette is ugye fiatal életedet, mint ahogy legtöbbünk annak idején? Nem, sajnos akkor még nem. Nem jelent meg ez a tudat, mert a társadalom nem állította úgy be a hazafiasságot és a nemzettudatot. És az intézetben sem gondoskodtak arról, hogy az ott lévő gyerekekben nemzettudatot tegyenek. Aztán meg, hogy kiléptél a kapuján az életbe, tudjuk, ebben az agulyás kommunizmusban, vagy a legvidámabb barakban, elvoltunk, meg lehetett lenni, de a magyarság tudatunkat azt tolták a háttérbe volt. Alá. Igen, az a háttérbe volt. Igen, igen. És finnugorság, meg ez a harc lesz a végső, meg ilyenek. De fiatalként ezekre tettünk, hanem éltük az életünket, így van? Igen. A szakközépiskolai tanulmányom közepette megismertem Herbst Ottói részplasztikust, akinek annyi munkája volt, hogy szólt nekem, hogy segítsek neki a lemezdomborításban, és ez meghatározta utána az életemet, hogy én is rézlemez domborító lettem a mai napig. Ugye azt mondjuk el a nézőknek, hogy a szerszám készítőket, mikor képzik, akkor az első évben, vagy az első egyik első lesz, hogy adnak nekik egy lemezdarabot, meg egy kalapácsot, és akkor ha jobb oldalát verik, akkor így nyúlik a lemez, ha a másik oldalát, akkor így, és akkor kellett csinálni belőle S betűt, meg ilyesmit az egyenes lemezből. Tehát kalapálni meg ezekhez a dolgokhoz már neked akkor készséged volt. Igen. És ugye a rézdomborítás az azt jelenti, hogy kapsz egy rézlemezt, arra felrajzolsz valamilyen figurát, grafikát, vagy valami vonalakat, és akkor elkezded is, ahol ütöd, ott nyúlik a lemez, ott domborodik, vagy homorodik, attól függ, melyik oldaláról. Ez nagyon izgalmas. Igen, abból is izgalmas, hogy a Herbst Ottó barátom, most már így mondhatom a tanítomat, hogy ő nem ilyen módszerrel dolgozott, kalapács nélkül domborítjuk a rezet, ajaj. És ezt a technikát én egy kicsit továbbfejlesztettem, egy új szerszám készletet. Nem, hanem fizikailag kézi erővel domborítunk. Vassal, fémmel, csonttal, fával. Aha. Tehát kézi erővel olyan plastikus domborításokat készítünk, amelyhez nem kell kalapálás. De ezek akkor nagyon vékony kis lemezkék. Igen, amelyek, ezek vékony lemezből történnek. Fizikai behatásról képesek alakváltozásra. Igen. De azt a plastikusságot és azt a domborítási magasságot elérjük, minthogyha kalapálnánk. Igen, és el tudom képzelni, hogy lényeges a különbség a kettőnek a vége között, mert a kalapálásról akárhogy is az egy hirtelen és egy drasztikus erőhatás, míg ezt a folyamatosan húzni, igen. Nyomni, ez valóban egy plasztikusabb végeredményt produkálhat. Igen. Tehát... Mennyi idős voltál akkor, amikor ezt elkezdted csinálni, még segédként vagy segítőként? 17-18 éves korom. És akkor ez nagyon megtetszett. Nagyon-nagyon megtetszett. Nagyon nagy alkotó erőt adott, hogy hogyan lehet egy sima, vékony rézlemezből, és itt kell elmondjam, hogy azért is maradok a vörös rézlemez mellett, mert az örök életű. Ha 100 évre beteszed a földbe, az akkor is vörös rézlemez lesz. Tehát a legmaradandóbb nem rozsdásodik anyag. El, nem rozsdásodik el, legfeljebb oxidálódik. Igen, de hát de nem rozsdásodik el, tehát örök életű a vörös rézlemez.
és ebből csodálatos, szép dolgokat lehet előteremteni. Később egyik barátom, a Botha László úr, ő az, aki rávezetett, hogy a magyarságnak a témájával foglalkozzak, mert előtte szkíta egyiptomi tárgyakat dolgoztam föl. Tehát a mestered az már akkor ilyen témákban domborítgatott? Ő nem magyarság témába, hanem inkább reklámtárgyakat csinált. Igen. És amikor a Medingpex-nek készített reklám fali képeket, ott jött az, hogy kellett, hogy segítsek, mert annyi munkája volt, hogy nem győzte akkor, és akkor én, ahogy besegítettem, és hogy megtanultam tőle, hogy hogyan kell mesterien bánni a vörös részlemeznek a domborításával, úgy belejöttem, és megszerettem. És akkor jött a környezetedből az a hatás, hogy akkor miket, hát akkor a csodaszarvast, a turult, a regényből valami jeleneteket, egyebeket, mert hát akkor téma kell is. Hogy fogadta ezt a környezeted az első szánypróbálgatásaidat? Hát anyukámnak nagyon tetszett, és ez adott még plusz erőt nekem, és a Botha Laci is, hogy csak a magyarsággal foglalkozzak, és úgy éreztem, hogy megtaláltam a helyemet a vörös részlemezzel együtt, hogy miket alkossak. El kell mondjam, hogy mi nekünk magyaroknak csodálatos, változatos és nagyon sok mennyiségű régészeti tárgyai vannak. A legszomorúbb az, hogy ez nincs köztudatban. El kell mondjam azt, hogy voltak műtárgyakat, másolatokat árusító üzletek a rendszerváltozás előtt. A rendszerváltozás után ezeket az üzleteket bezárták. Megszűnt a régészeti műtárgyak másolata a köztudatban, mert nem lehetett vásárolni ezekből. A mai napig sajnos nem történik meg az, hogy a régészeti tárgyainkat megismerjék a honfitársaim. Nagyon fáj nekem ez, hogy nem ismerik föl a sajátjukat. El kell mondjam itt és most, hogy a legjobban fáj nekem, hogy van egy olyan tárgyunk, amelyre méltón lehetnék büszkék, és föl kellene emeljük a magasba, és mutatni a világnak, ez a tarsolyunk. A világon csak mindenki magyaroknak van tarsolya, és veretesőve. És még sorolhatnám azt a sok egyedi tárgyat, ami csak a magyarságra, és a magyarság mintáira, jelképeire, a jelkép üzeneteire val, hogy ezeket meg kellene a felnövő fiatalságnak ismernie, tehát vissza kellene hozzuk ezeket a tárgyakat a hétköznapokba. És a vágyam az, hogy minden magyar családnak legyen egy jurtája, legyen egy visszacsapó íja, mert az akkori kor, a honfolás kori és a hazatérés korabeli csodafegyver volt. Bizony, ez. Bizony. És hogy legyen egy tarsolya. Ezt a három dolgot szeretném a honfitársaimnak a tudatába tenni, hogy legyen nekik ez a három dolog, és ezekre a tárgyakra méltán lehetünk büszkék, mert a múltban a múltból ezek még ma is használhatók, és csak egyediek. Egyedien magyarok. Igen. Hát egy kicsit erősödünk, és egy kicsit fejlődünk itt a Szövetkezet TV-ben, akkor még majd erre még visszatérnénk, mert ezt a
ezt az álmot, ezt ennek a megvalósulását szeretném, hogy örömmel támogatnánk lehetőségeink szerint, és látnánk egyre több tarsolyos emberkét az utcán, mert azért az tényleg az egy olyan, mert sokan, sok ilyen ötletet hallottam, hogy akkor na, mi tartozunk valahova, és akkor hordjunk olyan fejkendőt, vagy csináltassunk egy ilyen kis kitűzőt, amiben akkor mi ehhez a csoport. Ugye, hát tegyél fel egy tarsolyt, és akkor mindjárt tudják, hogy ki vagy, mi vagy. Úgyhogy ezt támogatnánk nagyon, és majd mutatunk be ilyen tarsoly lemezeket is nyilván, meg hát folytatjuk ezt az utat. De, tehát ha jól értem, akkor elkezdted ezeket a rézlemezeket domborítgatni, de ebből az lett, hogy elkezdtél ismerkedni a magyar őstörténettel. És akkor ez kezdett úgy szépen beszippantani normálisan, ahogy ennek működnie kell. És akkor egyre több mindent tudtál meg a magyar mondavilágról, a magyar őstörténetről, és kezdted, akkor így jelent meg az életedben észrevétlenül a hagyományápolás, a hagyományőrzés. Igen. Igen. Ez a formavilág, ami csak mi ránk jellemző, úgy érzem, és hogy mondjam, ez ad nekem életerőt, hogy ezek a jelképek üzennek a múltból. Üzennek felénk, csak nekünk meg kellene fejteni ezt, de egy hajtóerőt, egy olyan szépséget adnak, hogy ezt úgy érzem, hogy minél több helyen kellene mutatnunk a felnövő fiatalságunknak. Csaba, most lassan már elérünk ide ugye már, hogy ez nagyjából 51 néhány évvel ezelőtt indult ez a szerelmed, de aztán bejött az életedbe még egy nagyon fontos momentum, az, hogy Magyarországot az első világháború után milyen súlyosan megcsonkították, és milyen gazságot követtek el, ezt mikor kezdted el érezni, hogy ez így nem jól van? Sőt, akár tenni is kéne valamit. 7 évvel ezelőtt kezdtem el a Trianon meneteknek a szervezését. Ezért maga az, hogy a Trianon belépett az életedbe, az előbb megjelent. Igen. Átolvastam nagyon sok irodalmat a Trianonról, és el kell mondjam, hogy a leggyalázatosabb békediktátumot kényszerítették ránk, mert nem mi akartuk a háborút, minket csak berángattak, de minket büntettek meg a legjobban. És a világon még egyszer se fordult olyan elő, hogy egy országot a környező államoknak ajándékozzanak. Igen, a nagyhatalmak. Igen. Nagyhatalmak. Ez az aljaságok aljasága az, amit a magyarsággal tettek, és nagyon sajnálom az, hogy a mai fiatalok nem tudják, nem értik, nem érzik igazából, hogy ezzel nem lehet túllépni. Amíg magyar ember él ebben a Kárpát-medencében, és amíg magyar szív dobog, addig az nem felejthető el, mert ez az aljasságok aljassága volt, amit velünk akkor tettek. Ezzel megismerkedtél, térünk vissza rád, és akkor ez nem csak arra, nem volt elég az, hogy elolvasod ezt a sok könyvet, meg egyéb, és akkor úgy magadban dúltál, fultál, hanem elhatározod azt, hogy teszel is valamit, cselekszel. Mi volt ez? Ez volt ez a minden évfordulón? 7 évvel ezelőtt megszerveztem az első trianoni menetet, mert nem bírtam belenyugodni, hogy igenis kell, hogy június 4-én megmozduljunk és éreztessük a honfitársaimmal és a környező országokkal is, hogy mi nem törődünk bele ebbe a békediktátumba. Hogy törődnék bele, csak egy dolgot mondok, hogy románok nagyobb területet kapnak, mint a jelenlegi csonka Magyarország. És nagyobb az, mint amennyi eredetileg az ő területük volt. És
ott él 1,5 millió magyar. A mai napig is a legnagyobb európai kisebbségben vannak a székelyek, és alig van róluk szó, és nem beszélve arról, hogy a környező államok a mai napig taposnak a magyarokra. Ezt szó szerint kell értenünk, mert másodrangú, a legutolsó helyre teszik a magyarságot, és ott tesznek rosszat, ahol tudnak nekik. Így. Ebben nem lehet beletörődni, és jeleznünk kell, minden nap beszéljünk Trianonról, igenis kell, hogy a felszínen tartsuk a Trianonnak a történetét, a tudását, magyarázzuk el a felnövő fiataloknak, hogy kik és mit tettek velünk, és igenis követeljük minden nap a felülvizsgálatot, az, hogy ez jóvátételt igényel. Ebben úgy érzem, hogy aki a parlamentben van bent, képviseli a magyarság érdekeit, a honatyáknak legyen ott a lelkismeretében Trianon. Ugye ezt megelőzően még az állami megemlékezések sem nagyon történtek a június 4-ével kapcsolatban. Aztán azért, hogy biztos, hogy egyébként ezeknek a Trianon meneteknek, amiket ti szerveztetek, ennek is hatása, hogy ez is megjelent azért ott valahol, hogy aztán most van nem gyásznap, hanem hát kvázi ünnepnap, az összefogás napja, amit a politikai korrektség megengedett a magyar államnak. De ti elkezdtetek menetelni, ugye valahogy úgy van, hogy a Batthyány Mécsesnél találkoztok, gyűlik össze ilyenkor, délelőtt 11 órakor az a kör, akik ebben részt vesznek. Örülnék, ha most az idei megemlékezésén több tízezer ember gyűlne össze, és békésen, szeretetben, magyar zászlókkal, trianonos tébetűkkel, nem felejtünk ilyen feliratokkal, szépen átvonulunk a Kossuth térre, át szoktatok menni a Kossuth térre, a parlamenttel, és akkor ott beszédek hangzanak el, és egy nagyon fontos eleme ennek, hogy a 64 vármegye címere mind felvonul. Hanem a 72 vármegye címere vonul föl. A matek pedig az erőségem volt régebben. 72 vármegyéből lett 64 vármegye. Aha. Tehát ne felejtsük el, hogy 72 vármegyénk volt. És a 72 vármegyének a címerét, azt mert te mind részből domborítottad. Egyik barátommal együtt, Varka Zoli barátommal együtt készítettük el. Igen, igen. Abszolút. Igen. És hát ehhez kell 74 ember, aki ezeket a táblákat... 72, igen. Nagyon impozáns egyébként. Igen. Voltam igen. Már veled ilyen megemlékezésen. A Batthyány örökmécsestől megyünk a Szabadság térre, mert ne felejtsük el, hogy a szovjet emlékmű helyén ott állt az ország zászlónk. Aha. És a négy égtáj elszakított részeinek a szobor alakzatai. Erről ne feledkezünk el soha, és ezért mindig a Szabadság téren erről megemlékezünk. És nem egyszer kértük a fővárosi vezetőséget, hogy igenis a magyar országzászlót vissza kell állítani. Az oroszok megértenék azt, hogy az ő emlékhelye, ami mostan az országzászló helyen áll, hogy azt át lehetne tenni máshová is. Hogy nem. És visszaadnák, biztos, hogy visszaadnák kérésünkre, hogyha megértik, hogy nekünk ez milyen fontos hely volt az országzászlónknak. Onnan megyünk a parlament elé, és nagyon sok hatásos és igaz beszédek hangzanak el. A legfájóbb dolog nekem, hogy 7 év óta, amióta a parlament előtt vagyunk, nem veszik a fáradtságot, hogy az ott lévő magyar zászlót félárbocra eresszék. Ami a parlament előtt való zászló,
megérdemelné ezen a napon, ezen a legnagyobb magyar gyásznapon, hogy félárbocra eresszék. Hogy te? És a mai napig nem történik meg. Kíváncsi leszek, hogy most a legközelebbi, most jövő június 4-én eszükbe jut-e, hogy a zászlót ezen a napon félárbocra kell ereszteni. Ez jó, hát erről még majd teszünk majd emlékeztetésre, hogy közelünk a emléknap felé. Csaba, de te ezt teljesen civil emberként indítottad el ezt a dolgot, ugye? Vagy igen, igen. Semmilyen párt, semmilyen szervezet, semmilyen, semmihez nem tartozik. Szándékosan nem akarok párt dolgot csinálni. Nagyon helyes. Vannak olyan dolgok, ilyen az őstörténetünk is, és sok minden még, amihez nem kell párt, csak nemzeti tudat kell. Vannak-e civil szervezetek, a Magyarok Világszövetsége, tudom, hogy az mindig képviselteti magát ezeken a rendezvényeken, de vannak-e más civil szervezetek is, akik csatlakoztak már ehhez a menethez? Nincsen, nincs. Ez nagyon szomorú nincs. Talán, nem? Mert hogy... Én, hogy mondjam, én mindig készítek szórólapokat, sőt, ami a fájó, hogy kiértesítem az összes médiát. Tudod, mi történik? Elhallgatják. Igen, igen. A média megteheti, és a legnagyobb adó a kezében, és a legnagyobb, hogy mondjam, hatalom a kezében, hogy valamit elhallgat. Igen. És ezt a menetünket 7 év óta elhallgatják. Nem érdemli meg, úgy látszik, ő szerintük ez a nyilvánosságot. Én szerintem igenis megérdemelné a nyilvánosságot, hogy a világnak és az országnak mutassuk, hogy Pesten az emberek megemlékeznek a legnagyobb magyar fájdalomról, a legnagyobb magyar gyásznapról. Ehhez az összetartozás napjává való átalakításra az a gondolatom van, hogy az összetartozás napja öröm szó. Igen, ez öröm szó. De előtte hozzá kellene tenni eléje, hogy a magyar legnagyobb gyászunkban történő összetartozás. Nem az, hogy elfelejtjük a legnagyobb gyász kimondását, és utána hozzátesszük az, hogy összetartozás. Igen, összetartozunk, de előtte legyen ott a legnagyobb gyászunkban, a legnagyobb tragédiákban, hogy országunk 73%-át elcsatolták. A mai napig 102 év telt el, és igenis újra tárgyalást, felülvizsgálatot kell kérnünk. Teljesen egyetértek. Hozzáteszem, hogy 3 országhoz fordulhatnánk. Az első, a lengyelekhez kellene forduljunk. Ők aláírták. Miért is? Mert ők a legnagyobb baráti népként tekintenek rá. Ráadásul tudják, hogy milyen 150 évig ország nélkül éltek. Na most nem volt ország a nemzetüknek. Jogilag ők kaptak 28 falut ajándékba. Ha olyan jó barátok, akkor mi kérhetjük azt, hogy jelképesen, jogilag adják vissza nekünk ezt a 28 falut, mert precedens értékű lenne a későbbi tárgyalásokban, amikor mi felülvizsgálatot, újra tárgyalást hivatalosan beindítanánk a nagyhatalmak felé, és az ENSZ felé. Hát, Csaba, bocsánat, annyiban a szabadban, hogy én ezzel sajnos annyiban vagyok realista, nem is szkeptikus, hogy hát megcsináltuk, elkészítettük a 100 évet jön után filmet, és ugyanígy el van hallgatva a nemzeti média részéről is, tehát ugye, mert hogy most nemzeti kormányunk van, amelyiknek azért van egy média mennyiség a kezében, se a kormány, se a médiája nem vesz tudomást erről a 100 évet jön után, tehát
mert én tudom, és a filmben is elhangzik, és mi is hangoztatjuk, és minden jó érzésű magyarnak hangoztatnia kell, hogy tessék tárgyalóasztalra tenni, tessék odaülni az utódhatalmaknak a tárgyalóasztalra, és ezt elővenni, ezt a jogi kérdést, mert ezt nem fogjuk elfelejteni. Csak hát ezt kormány szinten kellene a politikusainknak képviselni. Szeretném hozzátenni, hogy igenis, hogy mondjam, el kellene kezdeni a felülvizsgálatot és az újra tárgyalást, csak ehhez egy szakértői csapatnak a felállítása kell. Itt jut eszembe Szrínyi Miklósnak a mondata. Az elszántnak semmi sem nehéz. Igenis, mi elszántak vagyunk, és akkor semmi sem lesz nehéz. Van egy ősi mondás még, Fehér Mátyás Jenőtől, aki vallja őseit, annak semmi sem lehetetlen. És ott van Rákóczinak, második Rákóczi Ferencnek a mondata, hogy az Isten az igaz ügyet nem hagyja el. Soha nem hagyja el. Igenis, bízhatunk Istenünkben is, a magyarok Istenében, mert fog erőt adni nekünk. De ehhez felszínen kell tartanunk a Trianon kérdést. Minden nap beszéljünk Trianonról. És én a nézőket arra kérem, ha van gyerekük, még ha rokon gyerek is, mondják el Trianon történetét, mondják el, hogy mi történt velünk 102 évvel ezelőtt. Igenis, tudniuk kell, mert a mai napig nincsen tanítva Trianonnak a története. Sőt, hát ugye kedves szülőket biztattam arra, hogy vásárolják meg a 100 évvel Trianon után DVD-t, vagy kérjék el a barátuktól, aki már megvásárolta, és nézzék meg, és mutassák meg a gyereknek, mert ott aztán rendesen el van mesélve a történet. Én azt gondolom, hogy így a vége felé egy kis optimistább hangot üssünk meg. Ebben az évben, illetve a következő időszakban talán kicsit bizakodóbbak lehetünk. Egyrészt nagy örömmel jelenthetem be, hogy a Dr. Drábik János Alapítvány és az Országos Trianon Társaság segítségével, a Szövetkezet TV csapatával sikerült megalapozni a Drábik János nagy álmát, a Trianon Múzeumot, ami úgy a digitális Trianon Múzeumot, mert van egy Várpalotán, hogy miért pont Várpalotán, az egy másik történet, és hogy kijár el a Várpalotai Trianon Múzeumba, de most már van egy digitális Trianon Múzeum, ami angol nyelven és magyar nyelven idézi fel ezt a kort, és gyűjtjük az anyagokat, és itt mindjárt hadd éljek megint csak ezzel a felhívással, hogy kedves nézők, akik tudják támogatni ezt a digitális múzeumot, tehát befényképezett anyagok, tárgyak szükségesek ide, hiszen ez egy digitális múzeum. Mi akár a fotózás, befotózást is el tudjuk készíteni, akkor azok jelentkezzenek az infokukat szövetkezettv.hu-n, vagy a Drábik János Alapítványnál, vagy az Országos Trianon Társaságnál, tehát várjuk ezeket az anyagokat. Szóval ez az egyik, hogy ez a múzeum azzal, hogy elkészült és kezd feltöltődni, remélem, hogy tudunk neki olyan média segítséget is adni, hogy egyre többen tudják meg a világban, és akár az elszakított területeken, vagy a világ bármely pontján, szórványban élő magyar közösségek felé is, majd ezt tudatni fogjuk. Tehát ez az egyik, ami kicsit bizakodóbbá tesz. Itt mi a televíziónkban folyamatosan szeretnénk olyan riportokat, beszélgetéseket hozni, ahol felidézzük ezt a kort, és különböző részleteit vizsgálgatjuk meg, a balassagyarmatiakat, mert a soproniak az köztudottabb, de az sem annyira. Szóval sok-sok mindent
nem csak a tragikus pillanatokat, de azokat azokat a pontokat is, amikből merítkezhetünk, amikre büszkék lehetünk. És azt gondolom, hogy talán ez a világhangulat is, ami elindult most szanaszét a világban, ez a béke és szeretet forradalma névre keresztelt, például az Ausztráliában a megmozdulásokat így hívják, hogy a szeretet forradalma, de látjuk Kanadában, Franciaországban, sok helyen mozdulnak meg az emberek, és talán elindul egy olyan változás a világban, ami megszünteti, vagy ami csökkenti a gonosz világuralmát, mert jelenleg a gonosz világuralma van, és a hazugság világkultuszát éljük. Hát van mind változtatni. Csaba, köszönöm szépen. Nyers Csabát, hagyományőrzőt, szakácsot, és részplasztikust hallották, beszélgettünk a szakácstudományról, majd hamarosan, ezt így zárójelben a végszó előtt megígérem, hogy amúgy is szeretnénk, mert hogy kérik a nézők, hogy valamilyen főzőcske műsort kellene kitalálnunk, ezt majd külön megbeszélgetjük. De most elsősorban itt hagyományőrzőként és részplasztikusként, vagy ugye részplasztikusként, részdomborítóként beszélgettünk vele. Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy itt voltál velünk. A nézőknek köszönöm a figyelmet, és nézzék továbbra is a Szövetkezet TV műsorait. Ne felejtsék, jogunk van az igazsághoz. Viszontlátásra! Viszontlátásra!